4,5 deciliter, azaz egy egységnyi vér, ezzel akár 3 emberen is segíthet egy önkéntes. A Magyar Vöröskereszt nyáron több kihelyezett véradást szervez, hogy a vérellátás egyenletes legyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Itt ennél a nyíregyházi szupermarketnél minden évben legalább egyszer megáll a Vöröskereszt véradó kamionja. A statisztikák azt mutatják, évről évre körülbelül 80-100 önkéntes ad vért az állomásnál. Hetente 500 véradó megjelenésére, illetve véradására van szükségünk ahhoz, hogy a betegek ellátását egyenletesen tudjuk biztosítani. Ez a nyári időszakban lényegesen nehezebb feladat, mint az év más időszakában. Ezért is élünk ezzel az eszközzel például, amit maga ugye ez a szép kamion biztosít. Ugye ez önmaga egy felhívás az ideérkező vásárlóknak, hogy itt a lehetőség és éljenek vele. A véradásokon többek között közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok is segítenek. Szórólapozni szoktunk, kérni az emberektől, hogy menjenek vért adni, mert néha vizet is osztunk, meg kekszet is adunk. Ilyen. További kitelepült véradás lesz többek között augusztus 15-én szombaton Mária Pócson, a Nagy Boldogasszony napi búcsún, valamint Tuzséron az Almanapokon és Nyíregyházán a Józsavárosi napok keretében.